Ekkor lassan fény áradt a helységbe, amelyet csak Sztálin érzékelt, látta, hogy az életért küzdő orvosok mozdulatai lelassulnak. Ekkor kinyitotta a szemét, egy fénylő alak jelent meg, aki némán álló embereket körülgetve közelített hozzá. Annyira erős fény vette körül, hogy nem látta az arcát, csak akkor, amikor már odaért az ágyához. Hirtelen nem érzett fájdalmat, csupán ürességet. Bocsáss meg az ellened vétkezőknek. Sztálin döbbenten nézett az arcához közelítő szempárra. Megbocsátani. Én, a nagy Sztálin. Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Ha nem bocsátottatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezzel a férfi kiegyenesedett, és megfordult, majd a földre tekintve jobb karját oldalra mozdítva a tenyerével lefelé egy kecseset intett, végül eltűnt a fénynyel együtt. Lánya észrevette, hogy kinyílt Sztálin szeme, látta, hogy apja riadtan körbenézett. Svetlana gyorsan az apjához szaladt, de szinte meg sem ismerte, annyira rettenetes volt a tekintete. Furcsa érzés kerítette hatalmában, úgy érezte, mintha egy szakadék felett beléje kapaszkodva lógna az apja, és a keze kezdene kicsúszni a markából. A haldokló tekintetében egyszerre volt ott az őrület és a harag és a félelemmel telve. Ki akarta nyitni a száját, de nem tudta. Sztálin fölemelte a bal kezét, mintha az ég felé mutatna, vagy valaki után még nyúlni akarna az utolsó erejével, aztán megállt a szíve, és örökre lehúnyta a szemét. Elsőként Beria mozdult meg. Aki alig leplezett örömmel nézte, hogy az orvosok masszírozzák Sztálin mellkasát. Végül Hrustov szólt nekik, hogy álljanak le, mert nincs értelme. Valentina Istomina Sztálin személyes házvezető nője, aki már 18 éve szolgálta, odarohant a halott vezérhez, térdre gyógyott, és hangosan zokogni kezdett. Fejét Sztálin mozdulatlan mellkasára tapasztotta. Beria ekkor elviharzott az ajtó felé, feltépte, és látta, és hogy még többen várakoznak odakint némán, riadt tekintettel. Amint átlépte a küszöböt, a kisebb tömeg szétnyílt előtte. Kélyesen élvezte a pillanat, hogy árad felé a félelem, szinte érezte annak a szagát. Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió Törpercek adásának hallgatóit és vendégeit. 1950-es évek elején járunk a sorozatunkban, amelynek a Lángoló Szirmok epizódja adja a mai napon is a hátteret, akinek a szerzője itt ül velem a stúdióban, dr. Lovászi László, emberjogi szakértő. Szerbusz László! Szerbusztok a hallgatókat! És a történelmi kontextusban a mai napon is megkérjük segítségképpen, hogy értelmezze nekünk ezt a mondhatni, hogy igencsak súlyos és gondterhelt időszakot, az pedig dr. Máté Áron lesz történész. Szerbusz Áron, köszönjük, hogy itt vagy velünk ma is. Köszöntöm a hallgatókat, szerbusz Zoltán. És hát Sztálin halálát kellett, hogy ebben a rövid általam felolvasott és nem teljes novella részből idéztük fel. Talán azt lehet mondani, hogy akik éltek már abban a korszakban, amikor a második világháború utáni történelmet, de még az államszocialista korszakban tanulták a történelmet, erről az epizódról biztos, hogy kellett, hogy tanuljanak pár gondolatot, de azért itt egy sokkal személyesebb, de ugyanakkor mégiscsak egyfajta álságosabb aspektust is megvilágítasz ebben az epizódban. Én Áront kérném meg arra azért, hogy tegyünk egy kicsikét helyre pár helyzetet, szituációt. Hol járunk történelmileg? Mi ez a történelmi kontextust, amit itt most Szovjetunió kapcsán Hruscsov, Beria elhangzik ugye a novellában, mint a későbbi korszakoknak valamilyen meghatározó szereplője. Mit kell erről tudnunk? 1945, a második világháború vége és a Sztálin József halála közötti időszakasz, ez a 8 év, ami egyébként az akkor élőknek azért egy örökké valóságnak is tűnhetett. Ez lényegében egy korszak. A világháború végén kicsit fellazul az egész szovjet rendszer. Egyrészt a győzelem
érzése mindenkit örömmel tölt el természetesen. Másrészt van egy olyan, hogy túléltük. Tehát azért nem volt egyszerű azt túlélni a Szovjetunióban, akár a hadsereg tagjaként, akár a polgári lakosság soraiban. A harmadik az, hogy háborús körülmények között egyfajta lazaság áll be, bajtársiasság, még a szovjeteknél is. És Sztálin hamarosan nekivált, hogy megregulázza az egész országot, a hadsereget is. 1946 nyarán indul a boszorkány üldözése, hogy előttem egy másik könyv van, Paul Johnson, a Modern könyv, Modern kor című kötete. Ez a leningrádi ügy, az említett Zsdanov, ennek ugye a fő levezényvője, és hát itt először a művészetet, majd a tudományt teljesen átgyúrja Sztálin. Ugye ez a viszenkói biológia időszaka, amikor teljes képtelenségeket, a genetikát betiltják. Ugye ez az, amikor döbbenten a TSZ-elnök, döbbenten néző, hogy Viszenko elvtárs megírta, hogy a búzából rozs lesz, hiába csináltam, nem sikerült. De ez nem játék, tehát ez megy. Sztálin, ahogy írja Paul Johnson, kélyesen hentergett az általa felkavart, sikamlós kulturális vizekben, néha a hírnév egy-egy rövid pillanatára kiragadva azok fura lakóit, mielőtt a nyakukat szegi. Tehát egyrészt ez van, másrészt van egyfajta hatalmi harc is a Szovjetunióban. Ez Sztálinnak egy életbiztosítása, hogy bizonyos időnként a politikai rendőrség, vagy állambiztonság, vagy hírszerzés, nevezzük akár, hogy vezetőit elteszi láb alól. Ugye Jezsov, Jagoda, mind így végezte, és most Berija pozíciója is megrendül, Abakumov kerül meghatározó pozícióba, de azért Berijánál is maradnak, tehát neki is maradnak kártyái, és egy nagy harc indul meg Abakumov és Berija között. Ennek a csatlós országban, tehát Magyarországon is vannak leágazásai, kikinek az embere. Ez szó szerint az életükkel játszik mindenki, aki ebben részt vesz. És kérem szépen, úgy tűnik, hát itt kivégzési sorozatok indulnak, a szovjet hírszerzés tagjait is megrostálják. Tehát ez ugye Radó Sándor, a szovjet, magyar származású szovjet mesterkém is, inkább öngyilkosságot kísérel meg, amikor hazahívják ebben az időszakban. Nagyon jól tudja, hogy azért hívják haza, hogy eltegyék lábalól. Ugye megint nagy perek vannak, megindul, és Sztálin a halála előtt ugye zsidó üldözésbe is kezd, ez a zsidó orvosok pere. Tehát egészen, hogyha nem egy borzasztó dolog menne, akkor az ember azt mondaná, hogy egy izgalmas, és tényleg egy ilyen abszurd bohózat az egész, de hát ömlik a vér. Emberek mennek tönkre. És emellett van egy személyi kultusz is. Sztálin gyakorlatilag a félisteni rangra emelkedik. Idézem a Pravdát. Ha a munkádban nehézségekbe ütközöl, vagy hirtelen kételkedni kezdesz képességeidben, gondolj rá Sztálinra, és ráversz arra az önbizalomra, amelyre szükséged van. Ha fáradtnak érzed magad olyankor, amikor nem szabad fáradtnak venned, gondolj rá Sztálinra, és a munkád jól halad. Ha helyes döntést keresed, gondolj Sztálinra, és megtalálod ezt a döntést. Ugye ez az az időszak, amikor a Kreml falán egy kis ablak mindig világos. Ott dolgozik a nagy Sztálin elvtárs éjjel-nappal a népek békéjéért. És Sztálin ugye betegeskedik évete vége felé, és Berija készül erre. Ugyanis nagyon jól tudja, hogy az ő életének annyi. Berija egyébként egy iszonyatos ragadozó volt, ahogy mostanában mondani szokás, az utcáról szedett össze nőket találomra a testőreivel, a kertjében ugye több női holttestet is találtak. De hát emellett egyébként egy komoly figura volt, ő felel a szovjet atomprogramért, a külföldi hírszerzés is nála volt.
És tulajdonképpen erős a gyanú, hogy Sztálin halálában is közrejátszhatott. És úgy tűnik, hogy sikerül a pozícióját megőrizni, ugye Abakumov már korábban bukott. Tulajdonképpen Sztálin halála után egy ilyen kollektív vezetés van, de hát Berija a hangadó, és Berijját a többiek azzal gyanúsítják, hogy nagyon komoly változtatásokat tervez, esetleg odaadja Németország keleti felét, netán kivonul a kelet-európai országokból, életszínvonalat növel, esetleg marsall segélyhez hasonló, tehát hogy valamilyen alkut köt a nyugattal, és a többiek félnek tőle. Zsukov marsall nem bocsátotta meg neki, hogy hogyan alázták meg a háború után. Hruscsov és Malenkov fognak össze, tehát ez a Hruscsov-Malenkov, ez a tengely, és ők beszélik rá a többieket, a nagy túlélőt is, Mikoyánt, a ravasz örményt, hogy működjön közre, és képzeljük el a jelenetet. Berija, aki nemrég még gyakorlatilag kurjongatva távozott Sztálin halálos ágyától, néhány hónappal később a többiek áldozata lesz. Egy maffia filmbe illő beszereltet egy csengőt, Hruscsov az asztalának az aljára, ami a szomszéd terembe vezet a Kremlben, ahol Zsukov marsall két megbízható markos ezredessel várakozik, mindenki pisztollyal megy a tanácskozásra, egyébként Berija is, ez is sokat elárul, és akkor bemondják, hogy hát mik vannak napirenden, hát az utolsó pont a Berija ügy, és hát a szerencsétve nem érti, hogy mi van, a többiek elmondják, hogy már 1920-ban beszervezték az angolok kémnek, hát a szokásos étlapot gyakorlatilag átolcettig felsorolják, szőnyekbe csavarva csempészik ki a Kremlből, mert ugye a Kremlt belügyi csapatok védik, ezek csak Berijának engedelmeskednek, ezért a kulcs Zsukov marsall és a hadsereg. Zavaros kérdés, hogy még aznap végeznek vele néhány nappal később, vagy ahogy te írod, Laci, hónapokkal később, nem tudjuk. Egyébként ez a második ilyen zavaros helyzet, mert Sztálin halála után is ilyen teljesen spontán, megfoghatatlan megmozdulások törnek ki Moszkvában, aminél Berija emberei a teherautókkal gázolnak a tömegbe, és a vérben úszik a teherautók oldala. Tehát ez néhány hónapon belül a második ilyen, és a Szovjetunió mégis szivárdan áll. És így néz ki tehát az a közvetlen Sztálin halálát követő helyzet, amiben a Szovjetunió ekkor van. Hogy jön ehhez a Time Magazine? Hát a Time Magazine úgy jön ide, hogy Sztálin is szerepelt a magazinnak a címlapján, de nem ezért született meg ez a történet, hanem azért, mert ahogy a címe is van, hogy én vagyok az igazság, ugye, és itt Jézusnak a megjelenéséről van szó. Ez a második Jézushoz köthető sztori, az első ugye, amikor azt mondta, hogy én vagyok az élet, és hogy a Sophie Scholl-nak a története egy kicsivel korábban, aki mártírként ugye a náciknak a giotinján végezte az életét, és akkor találkozik Jézusa. Itt viszont az volt az érdekes, hogy legalábbis számomra, hogy nem csak az, hogy ugye szóba került a zsidó orvos pere, mert hogy Sztálin ugye azért azt lássuk be, hogy nagyon, nagyon keményen antiszemita is volt egyúttal, hiszen tudjuk, hogy mind a fia, mind a lánya egyébként zsidó felesége, illetve zsidó férje volt, és olyannyira megvetette a gyerekeit, hogy például a saját fiát, aki egyébként koncentrációs táborban halt meg, de korábbi adásban erről szó is volt, nem volt hajlandó kicserélni. Bocsánat. Itt egy pillanatra közbe kell szólnom, Laci, és vitatkoznom kell. Jákov, a fia, ő fogságba esett, de nem koncentrált, ez végülis egy ilyen hadifogoly tábor volt. Igen.
Tehát nem de úgy, ebben hogy... a kontextusban is jön szóba a korábbi igen, epizódokban. Csak ezt azért tisztázzuk, hogy ő neki gyakorlatilag megüzeni Sztálin, hogy szovjet állampolgár nem eshet fogságba, ugye ez volt a mondás akkor, és hogy neki most a fiára halottként van szüksége. Neki is osztoznia kell az egész ország gyászában. Olyan nincs, hogy ő nem veszít el senkit. És a fia a lényeget tekintve leöveti magát a lágerben a német örök által. Csak ezt akartam. Egyébként, Raci, hadd kérdezzem meg, hogy miért Sztálin, bocsánat, már én is kíváncsi vagyok, nem akarom Zoli kenyerét elvenni, hogy miért Sztálinhoz írtad Krisztus megjelenését? Valahogy úgy érzem, hogy túlzottan kitünteted. Nem, mert egyáltalán nem. Na, erre is kíváncsi leszek. Nem, mert pont azt gondolom, hogy ugye Sztálin hogy kezdte fiatal korát? Pap növendők, ortodox. Igen, papi szeminarista volt. Tehát innen ez volt a indulása, úgymond. Másrészt meg ugye itt, amikor Jézus megjelenik, akkor már igazságot szolgáltat, és most én azt gondolom, vagy nem csak én, szerintem mindenki azt gondolja, hogy egészen biztosan nem került fel a mennybe, még akkor se, hogyha még adott esetben utolsó pillanatban esetleg megtért volna, de ez a veszély szerintem nem fenyeget. Tekintve, hogy agyvérzést kapott a szerencsétlen, ez nem biztos, hogy szóba jött. Ez az egyik, a másik pedig, hogy Beria, ha valaki még olvasott a sztorit, akkor ő inkább egy, mint ahogy a valóságban is egy sátáni figura volt. Tehát, hogy az volt. Sátáni figura volt, aki nem csak úgy élt, hanem valószínűleg úgy is gondolkodott, úgy is érzett. És ezt a Jézus sátáni párharcot is próbáltam ilyen módon megragadni, hogy a Beria a földi életben ugye próbálja, aki egyébként ezt az egész rendszert működtette, aki a rendszernek a végrehajtói lelke volt tulajdonképpen évek talán évtizedeken keresztül a szamánitán, eljutott a csúcsa, és a csúcson bukik el egyébként, ahogy te is megmutattad, vagy elmondtad, és az, hogy a igazából a Jézusnak a szerepe az, hogy itt nem úgy jelenik meg, mint ahogy Szofi Sornál megjelenik, hogy a megváltó, hanem itt úgy jelenik meg, mint aki igazságos szolgáltat, és leküldi Sztálint a kolba. Nekem csak egy apróság jut eszembe, de nem kizökkentve benneteket a témában, hogy Örkény egy ilyen riport megemlékezésében ír arról, hogy talán Dérivel a halálos ágyán beszélget, és akkor Déri mondja, hogy már egyszer visszajöttem a pokolból, mármint, hogy majdnem úgy volt, hogy meghal. Találkoztam Beriával, és beszéltem vele, de annyit mondott Beria, hogy itt is mindenki ugyanolyan, mint fent, semmi különbség nincs. Tehát, hogy hát csak hogy a kor, kor írója, azt akartam ebből csak kihozni, hogy sem látja ezt a szitút másképp, tehát nem szépíti, úgymond a mi mondhatnánk szocialista korszakunk nagy írója sem ezt az egész történetet, nem színezi ki jobban. És talán azt gondolom, hogy ezt jobb is az igazság mentén helyre tenni. Én azért amire így történelmileg, politikailag, politikatörténetileg kíváncsi lennék, hogy meglátásotok szerint Sztálin halálát követően változik-e a Szovjetuniónak ilyen értelemben a politikai kommunikációja, a politikai atmoszférája, tehát más lesz a közeledés akár a más kommunista, szocialista országokhoz, vagy akár a nyugathoz. Hisz ugye itt a hidegháború időszakáról már az előző fejezetben is beszéltünk, és még valószínűleg ez a korszak el is kísér bennünket egy darabig, de azért mégis vannak ilyen stációi talál ennek, ezt legalábbis ugye különböző elemzések azért már mutatják. Ti hogy látjátok, hol tartunk most ebben? Hogy itt Sztálin után mi az, ami változhat? Hát olyasmi változások vannak, ezeket már Beria elkezdi.
ugye neki van az a műsora, hogy gyakorlatilag megnyittatja a gulág lágereket, de nem csak a politikaiakat engedik ki, hanem a köztörvényeseket is. Horn Gyula Cölöpök című könyvében egyébként ír is erről, ugye ő ekkoriban van Rosztovná Dónuban, és olmosbottal kellett járnia. Tehát olyan volt a közbiztonságban, hogy a hazatértek a közbüntényesek is, teljesen emberi mi voltukból ki vetközött figurák. De félretéve az ilyen apró dolgokat, ami hát nem is olyan apró egy szovjet lakosnak, Beria is meg akar állapodni a nyugattal, erről volt szó. Igen. Utána a Hruscsovék azzal foglalkoznak, hogy akkor ki vesz a főnök, Hruscsovnak sikerül Malenkovot kitúrni, de addig is megállapodnak a jugoszlávokkal, vagy hát megkezdik a viszony rendezését. Sor kerül ugye 1955-ben az osztrák államszerződés aláírására, tehát kivonulnak Ausztriából. Van, itt váltakozik a viszony, de végül is tulajdonképpen Hruscsov alatt egy teljesen más irányzat, tehát a kommunista diktatúra hatalom gyakorlását más alapokra kívánják helyezni. Nem olyan értem, hogy az erőszak az van, kivégzés, terror van, csak újra akarják egy picit gombolni a kabátot. Tehát ennyiben ez egy jelentős még változás. A SKP kongresszusán elhangzik ez a titkos beszéd. Az a 20. kongresszus 56. február, ezt később az elvtársak, már a 80-as évek elején ugye Vladimir Bukovszki által közzétett anyagokból tudjuk, hogy Hruscsov mit tett velünk és a történelmünkkel. Lejáratta a kommunizmust. Tehát utólag ezt már így értékelik, és hát ez tényleg egy hatalmas öngól volt, hogyha az ő szemszögből, de Hruscsov úgy érezte, hogy ezt neki meg kell lépnie, hogy egy igazi kommunizmust építhessen, hát ami ugye nincs. Nagyon köszönöm nektek, hogy ezt a korszakot is így átnézhettük, és hát a következő epizódokban azt még elárultam, még az 50-es évek végéig fogunk elérni egy kicsit más földrajzi övezetekbe. A rádióhallgatókat is, illetve a YouTube-on követőket is arra buzdítom, hogy a Hit Rádió Plus csatornáját, ha bekövetik és a csengőt is bejelölik, akkor értesítést is kapnak arról, hogy a tört percek következő epizódjai mikor kerülnek ki a csatornáinkra. Közeljövőben várhatólag átköltözünk, illetve nem csak átköltözünk, hanem egy újabb csatornát nyitunk a Spotify felületeken is, ahol ilyen podcast-szerűen is, akár autózás közben is lehet majd bennünket hallgatni, és visszamenőlegesen is az eddig fejezetek is átkerülnek erre a csatornára is, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni és követni. Én dr. Máté Áronnak és dr. Lamászi Lászlónak köszönöm, hogy ma is rendelkezésre álltatok, és folytatjuk.